Ilyen zöldnek kéne lenni neki, mert akkor egészséges. Fekete a diófa virága az egészséges zöld helyett. Komoly károkat okozott a hétvégén jött fagy a gyümölcsösökben, itt Fejér megyében is. Nem csak a diónál, a többi gyümölcsfánál is komoly pusztítást végeztek az ünneppel együtt érkezett mínuszok. Belül el van szürkülve. A barackfar ügyei a gazda kezében maradnak, nem kötöttek az ágra, egyszerűen leesnek. Nem ez volt az első csapás a gyümölcsösökre idén, már februárban is fagy tizedelte a rügyeket. A szilva most virágzik, valószínűleg ezt is megcsípte a fagy. Most ért véget a metszési és a permetezési időszak is, de úgy tűnik, mindez felesleges volt. Az idei termés jelentős károkat szenvedett a fagy miatt. Egyszer a virágot elvitte. Tehát ugyanannyi munka, ugyanannyi költség, mindent meg kell ugyanúgy csinálni, csak egyszerűen a termés valószínűsége igen kicsi lett. A szántóföldeken egyenlőre nincs ekkora gond, a tavaszi vetésre még nem, az őszire pedig már nem jelentett veszélyt a hétvégi fagy, itt inkább az asszály jelent nagyobb problémát. A most elvetésre kerülő tavaszi növények, ha a felső 10 centibe vagy 15 centiméterbe találnak vizet, akkor nem intenzív a gyökérképződés, hanem a fönti részen megáll, és így a későbbi asszályt azt nagyon megsínli. A károkat a szakemberek folyamatosan mérik fel, azokat várhatóan a jövő héten összesítik. A tényleges károkról pedig ezt követően lehet majd teljes képet alkotni, de egyelőre úgy tűnik, több gyümölcsnél az exportra kell majd szorítkozni a piacon a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt. A gabonaföldeken tehát nem, a gyümölcsösökben viszont annál inkább éreztette magát az elmúlt napok éjszakáinak fagyos időjárása, hogy ez az árakban hogy jelenik majd meg, egyelőre még nem tudni. Annyi bizonyos, hogy a boltokban inkább idén a külföldi, mintsem a magyar áruval találkozunk majd. A Fejérvár televízió híradóját Szabó Miklós Bence tudósította.